Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. február 12-én este 7:30-tól. Előkészítik a területet a vízparti közösségi ház építésére, már a földmunkákat végzik a Damjanich utcában. Sikeres és eredményes együttműködés, elfogadta a testület az Ovi Sport programról szóló beszámolót. Adatgyűjtés miatt kopogtattak, vádemelés lett belőle. Kábítószer birtoklás miatt nyomozott a rendőrség. Már a földmunkákat végzik a Damjanich utca 7-es szám alatt a szakemberek, ezzel is előkészítve a területet a vízparti közösségi ház megépítésére. Javában dolgoznak a munkagépek a Damjanich utcában, ahol a vízparti közösségi ház kialakítása valósul meg. Terület és településfejlesztési operatív program keretében Kalocsa város önkormányzatának egy 100%-os támogatási intenzitás mellett van lehetősége ezt a beruházást megvalósítania. Ez bruttó 78 millió forintos összköltséggel párosul. Ez a Damjanich utca 7 szám alatt található ingatlannak a fejlesztését irányozza elő. Az idei esztendő elején első körben az ott álló ház elbontására került sor, így megtisztították a területet és építése alkalmassá tudták tenni azt. Ezt követően kezdhető meg az ott tervezett úgynevezett vízparti közösségi ház és hozzátartozó melléképületeknek a megépítése is. Az építési munkálatok a melléképület alapozási munkálataival kezdődtek meg a napokban, és jelenleg ezek is folytatódnak, majd ezt követően a főépületi résznek az alapozási munkálatait fogja a nyertes kivitelező megkezdeni. Mint korábban beszámoltunk róla, a beruházást követően egy modern vízparti közösségi intézmény létesül a Vajasparton azzal a céllal, hogy olyan elérhető közösségi, sportcélú és kulturális tér alakuljon ki, mely többek között a Vajas csatorna közelsége és a város szívében való elhelyezkedése miatt alkalmas legyen a különböző korosztályok és a városi közösségek aktív együttműködésének helyet adni, ezáltal pedig egy élhetőbb várossá tenni Kalocsát. Fontos törekvésem még, hogy a város lakosai részére hozzáférhetővé tegye többek között a vízisportok biztonságos gyakorlását. A projekt befejezési határideje 2020. december 31-e, de a tervek szerint késő ősszel már az ingatlan birtokba vehető lesz. Kalocsa város önkormányzata 2019 tavaszán kötött támogatási szerződést az Ovi Sport Közhasznú Alapítvánnyal sportfejlesztési program megvalósítására. A beruházás és az elszámolás megtörtént, a képviselőtestület legutóbbi ülésén elfogadta a projektről szóló beszámolót is. 2019. március 26-ai dátummal Kalocsa város önkormányzata támogatási szerződést kötött az Ovi Sport Közhasznú Alapítvánnyal sportfejlesztési program megvalósítására, melynek keretében a Csokonai utcai tagovoda területén több funkciós, több sporták használatára lehetőséget nyújtó műfőves pálya került elhelyezésre. A beruházás tavaly nyáron sikeresen megtörtént, a gyerekek azóta örömmel használják is az új létesítményt. Azt hiszem, hogy egy nagyon örömteli dolog ez a Nemzeti Ovi Sport Program. Volt szerencsém júniusban, amikor a Csokonai óvodával, intézményvezető asszonyra mosolygok, ott az átadáson részt vehettem. Nagyon aranyos, és azt tudom mondani, hogy egy cuki kis sportpálya. Nagyon hálásak lehetünk érte, hogy városunkban is van ilyen. Gyerekek is nagy lelkesen fogadták, és ami külön tetszett, hogy egy szakmai elvárás is van ebben az Ovi Sport programban, ott a kolléganőknek egy ilyen továbbképzésen kellett részt venniük, hogy ezt a sportfoglalkozásokat milyen szakszerűen tudják megtartani. A pályázatról szóló szakmai beszámolót dr. Molnár Andrea, az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány elnöke állította össze a pályázat lezárását követően az önkormányzat részére, melyben részletesen kitért a szakmai előkészületekre, a kivitelezési munkálatokra, valamint a projekt által biztosított eszközkészletre és képzésekre is. Az elnök asszony tájékoztatójában kiemelte, hogy nagy örömükre a program egyre nagyobb népszerűségnek örvend országszerte és Kalocsán is, amit alátámaszt, hogy a városban már két intézményben is kialakításra került a multifunkcionális pálya. A képviselőtestület a beszámolót 12 igennel egyhangulag elfogadta.
Adatgyűjtés miatt kopogtattak be rendőrök egy kalocsai lakoshoz, azonban a férfit kábítószer birtoklás miatt azonnal előállították. Az 50 éves kalocsai lakos ellen indult nyomozás most zárult le, vádemelést javasolnak ellene az egyenruhások. Kis cserepekben nevelgette a marihuána palántákat a kalocsai férfi. Zacskókban, műanyag edényekben, de még a mellékhelyiségben is találtak a növényi törmelékekből a kalocsai rendőrök. Véletlen bukott le az 50 éves kalocsai férfi, az egyenruhások ugyanis egy másik bűneset miatti nyomozás során kopogtattak be hozzá adatgyűjtés céljából még 2018. november 12-én. Azonban a nyomozók orrát erős marihuána szag csapta meg. A rendőrök bűncselekmény gyanúja miatt azonnal átkutatták a külvárosi családi házat, ahol növényi törmelékeket, növényi szárakat, magokat, valamint palántákat találtak és foglaltak le, közel 1 kg mennyiségben. Az ingatlan bérlőjét előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi kihallgatását követően szabadlábon távozhatott. A jelenlegi szabadlábon védekező 50 éves helyi lakos ügyében a kalocsai rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat vádemelési javaslattal a napokban átadták az ügyészségnek. Lezárult a jótékonysági árverés első szakasza. A kalocsai székhelyű Blue Knights Motoros Egyesület az összegyűjtött pénzösszeget a napokban átadta a kalocsai életmentők alapítvány számára. A kezdeményezés azonban még nem ért véget, továbbra is várják a liciteket a felajánlott értéktárgyakra. Első alkalommal szerveztek a kék lovagok ilyen akciót. Magát az árverést, illetve a felajánlásokat végtelenítettük, szeretnénk minél tovább fenntartani, hiszen rengeteg tárgy, rengeteg művészeti alkotás, rengeteg felajánlás van még, amíg új gazdáját várja sok szeretettel, hiszen mindenkinek mondtuk ezzel, hogy akár ajándékba, vagy akár a magunk részére vesszük meg, nem csak, hogy támogatjuk a helyi életmentőket, hanem ugye ezzel egy karitatív cselekedetet is végrehajthatunk. Néhány tárgyat sikerült értékesíteni, ez az összeg jutott most célba. Az Életmentők Kalocsai Mentő Alapítvány 2011-ben alakult. Az eszközpark bővítését, a dolgozók oktatását, a munkakörülmények javítását tartják szem előtt. A mentő autók felszerelését szeretnék belőle bővíteni, illetve a folyamatosan beérkező adományokból befolyt összegekből pedig továbbra is a mentő autók felszereltségét szeretnék egy kicsikét modernizálni, illetve olyan eszközöket megvásárolni, ami pluszt jelent számunkra is, illetve mindannyiunk számára. Az egyesület tagjai elégedettek voltak, terveznek még hasonló akciókat. Nekünk nagyon pozitív a visszacsengése, igaz, hogy rettenetesen nehezen jutunk el az emberekhez, rettenetesen nehezen indulnak meg felénk az emberek. Mindenkinek mondtuk, hogy a névtelenséget megőrizve is lehet licitálni, illetve azonnal elvinni ezeket a tárgyakat. Szeretnénk, hogyha ez minél hamarabb megtörténne, hiszen, mint mondtam, rengeteg dolgunk van még, ami eladósorba került. Ha addig ugye nem kerülne a vezetéstechnikai napunkig erre sor, akkor ezt április 18-án a családi napunkon is megtehetik az érdeklődők. Már javában zajlanak a tanfolyamok a Bajai Szakképzési Centrum tanúi idegen nyelveket pályázatának köszönhetően Kalocsán és Baján is több intézményben. Még bátran lehet jelentkezni a térítésmentes idegen nyelvi képzésekre. Folyamatban van egy projekt a Bajai Szakképzési Centrum által megnyert GINOP 613 tanulj idegen nyelveket címet viselő pályázatnak köszönhetően. A tender forrás biztosít Pácsiskun megyében, Kalocsán és Baján élők részére, nyelvtanfolyamokon való részvételre. A1, A2, B1 és B2, vagyis a teljesen kezdőtől, a nulláról kezdőtől egészen a középhaladó szintig várunk jelentkezőket angol, illetve német nyelvből. 16-65 év közötti korosztályból, Bács-Kiskun megyei lakóhelyjel rendelkezőktől, és olyanoktól, akiknek még nincs felsőfokú diplomája. Várjuk őket egy 120 órás idegennyelvi tanfolyamra, angol és német nyelvből. A tanfolyamokat Kalocsán a Dózsa és a Kossuth tagintézményekben, Baján a Tűr, a Bányai, valamint a Jelki tagintézményekben bonyolítják le nyelvtanárok segítségével. Maguk a csoport kialakítások az eddigi jelentkezők alapján már elkezdődtek, sőt a Dózsában már elindult az első képzés, és nagyon bízunk benne, hogy továbbra is töretlen lesz majd a jelentkezés. Eddig is nagyon sokan jelentkeztek, de jó néhányan időközben úgy gondolták, hogy vagy valahol máshol próbálják meg, vagy valamilyen más lehetőség adódott nekik. Jelentkezni a www.bajaisc.hu weboldalon lehet, ahol a GINOP 613 menüpontra rákattintva
egy online felület jelentkezik. Személyes adatokat megadva eljut a jelentkező egy szintfelmérő tesztig, amit körülbelül azért egy 25-30 perc alatt lehet megoldani, tehát ennyit mindenképp érdemes rászámolni erre. Ez alapján tudjuk majd a jelentkezőket csoportba sorolni. Egyébként nyilvánvalóan az intézmények a saját diákjaikból is válogatnak, de ugyanúgy külsős jelentkezőkből is. A tanfolyam időtartama 120 óra, teljesen ingyenesen, ami nem csak a nyelvórákat foglalja magába, hanem a tankönyveket is. Semmit nem kell kifizetnie, egyetlen egy forinttal sem kell hozzájárulnia senkinek ahhoz, hogy elvégezze magát a tanfolyamot. Nyilvánvalóan mindenkivel egy felnőtt képzési szerződést kötünk, és ezért vannak feltételek, amiket teljesíteni kell. Éppen ezért nagyon-nagyon minimális a lehetőség a hiányzásra, illetve a bemeneti teszthez képest lesz majd egy kimeneti teszt, ahol azért számot kell majd adni arról a tudásról, amit az egyes jelentkezők ez alatt a 120 óra alatt úgymond elsajátítottak. De eddig még az országban szinte mindenkinek sikerült megírnia pozitívan a kimeneti tesztet, tehát csak ez ne tartson vissza senkit attól, hogy jelentkezzen. Megkezdődött a házasság hete. A kezdeményezés minden évben egy hétig tart, melynek célja felhívni a figyelmet a családi értékek fontosságára. Az eseményt hazánkban országos szinten 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Február 9-től 16-áig, immár 13. alkalommal zajlik ez a programsorozat nem csak Magyarországon, a határainkon túl is. Az igen kimondása után nem csak a korábbi státusz változik férjre és feleségre, a mindennapokban is számtalan jó és rossz pillanattal kell szembesülniük a házastársaknak. Egy új munkahely, a családi fészek megteremtése, a gyermekvállalás, egy családtag elvesztése előre nem várt nehézségeket hozhat a házasok életében. Van, ahol a házaspárok megáldásával hívják fel a figyelmet erre a programsorozatra. Máshol előadások, színházi estek, koncertek, fáklyás esti séták, gyertyafényes vacsorák várnak az érdeklődőkre. Természetesen otthon is lehet ünnepelni ezekben a napokban, hiszen akad, aki azért lehet hálás a házastársának, hogy kitereget helyette a mosógépből, elviszi a gyereket edzésre, vagy éppen virágot tesz elé. A rendezvénysorozat nyitó istentisztelettel kezdődött Debrecenben, és február 16-án záró szentmisével fejeződik be Budapesten. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket, műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!